Motorokrobban jár a ébredhetett Döbrököz lakossága, mindez hozzátartozott a családi napprogramjához. Az eseményt idén is közösségteremtő célra rendezték meg, számos sport szórakoztató programon vehetett részt a falu apraja nagyja. Miközben mindenki igyekezett megtalálni a kedvére valót, a leginkább várt sportesemény ezen a napon minden kétséget kizáróan a Fradi Döbrököz öreg fiúk mérkőzés volt. Olyan játékosok voltak a pályán, mint Kelled József vagy Sáros Igér. Igaz, most csak kis pályán kergették a labdát, akkor mégiscsak benne van a lábakban, azért nem volt unalmas az összecsapás. A fiúk igazi rangadó hangulatot teremtettek, melynek végeredménye 6-3 lett. Azt ugye mondani sem kell, a Fradi győzedelmeskedett. Büszkék lehetünk a csapatunkra, mert oda tette magát mindenki, mert ez nem egy hakni a részünkről, hanem egy misszió, mert nagyon-nagyon szeretjük a Ferencváros, és nagyon szeretjük a Ferencváros szurkolókat, és amit mondtam, nagyon szeretünk Tolnába járni. Nagyon szeretjük Tolna megyét, ugye Böde Dani is ide valósi, Horváth Peti barátunk, aki bátaszéki, nagyon jól játszott, szép gólokat, de hát Jóci az elnyűhetetlen, hát tényleg egy genetikai csoda. Nagyon jó volt a mérkőzés, a döbrőiek nagyon jók voltak, ahhoz képest, hogy öreg fiúk kimondottan jól mozogtak, nagyon szép megoldásokat is csináltak. Hát mi még talán egy kicsit fiatalabbak vagyunk, mozgás van. Nem hiszem, meg jó érzés volt ennyi fradistát látni itt a pálya szélén, itt körbe, Fradi mezbe, Fradi melegítőbe. Ennél nagyobb öröm nincs, igaz, Jocikán? És az a lényeg, hogy nyerjünk, tehát ez az egy-két gól különbség azért mindig legyen meg a két csapat között. A nagy mérkőzés után Katonéni konyhájába invitálták a megjelenteket, ahol Ihos József humorista szórakoztatta a közönséget. A nézését meg a járását, a csípőjének a vígását, száz az anyért nem adná, de most egyikről meg közösen áll, most halljam önöket. Akik izgalmakra vágytak és a technikai sportokat szeretik, annak Elős Csaba és csapata mutatta meg, mit lehet kezdeni egy motorral, ha az ember nem rendeltetésszerűen használja. A műsor gerincében az egykeréken szágúdozás páratlan mutatványait és különböző változatait, hol egyedül, hol társaival bemutató Elős Csaba műsorán hozta, melyben a helyi közönség soraiból is kiválasztott pár jelentkezőt. Második alkalommal hirdették meg az Ősök Hőse elnevezésű sportvetélkedőt, ahol három fős csapatok mérhették össze erejüket. A játékos versengés során ősi paraszti eszközök vártak a nevezőkre, hogy azokkal teljesítsék a talányos nevű feladatokat. Volt tojáslopás, létrafutás, mocsánonjárás és tadigázás. Farkas Edit polgármester kezdeményezésére vált hagyománnyá, hogy ez a rendezvény szervezésében köszöntsék azokat a falubelieket, akik az adott évben kerek születésnapot ünnepeltek. Az ünnepelteknek emléklappal és egy szelet tortával kedveskedtek.